Ez itt a bejárat, ez egy 6 ponton záródó biztonsági ajtó, és az előszoba, melynek mérete 1 m 30 x 2 m 55-ös, itt oldalt pedig beépített szekrények vannak, körülbelül olyan mélységben, mint a tükör, ahogy van. Ez itt a nappali, ez az ablak a parkolóra néz, a másik ablak pedig egy kisebb parkra. Ez egy elég nagy szoba. A mérete az 3 m 45 x 6 m 10-es. A lakásban az összes vezeték ki lett cserélve alumíniumról részvezetékre. Ugye ezzel már nem kell többet foglalkozni. Ez a kisebbik hálószoba. Ennek a mérete 3 m 45 x 3 m 30-as. Van az a kis park, amire néz az ablaka. Ez a folyosó, ennek a mérete 83 centi x 4 méteres. Itt a fürdő. Van benne egy minden igényt kielégítő zuhanykabin. Van benne gőzös szauna, rádió, rá lehet csatlakoztatni, MP3 lejátszót, ilyesmiket. Különböző jetfúvókák vannak, esőztető mód, ilyesmik. Kis szekrény, ez egy olyan radiátor, ami külön is fűthető, hogy leválaszthatjuk a rendszerről, és akkor csak itt a fürdőszobában be tudunk vele fűteni. Itt pedig egy borotválkozó tükör spotlámpákkal. Mosdó. Szintén kis szekrény. A fürdőszobának a mérete az 1 m 60 x 1 m 60. Itt található a WC. 80 centi x 1 méteres helység. Itt van vízóra is, jobb meg bal oldalt a nyomógomb mellett látható paneleket kell kiszedni, és akkor mögöttük van a vízóra. Következő helység a spájz. Itt vannak polcok. De befér akár egy nagyobb mélyhűtő is. Spájz mérete 90 centi x 160-as. Ez itt a kisebbik hálószoba. Az ablaka ugyanarra a parkra néz, ahova a másik hálószobáé. Ennek a mérete 3 m 45 x 4 m 60. Mindegyik radiátoron van költségelosztó, emiatt a fűtésünk egész kedvező. A konyhajtó fölött is van egy elég nagy tárlórész, és ez pedig a konyha. Az ajtók azok tömör fenyőből készültek, a polcok azok réteget lemezből, hogy jó stabilak legyenek. Beépített sütő, a sütő fölé be lehet rakni a mikrót, annak van külön konnektora, spotlámpák alul a munkaasztalhoz, hogy jól lehessen rajta dolgozni. Gáztűzhely, elszívó, ennek is van világítása, most az elszívót nem kapcsolom be, mert hangos lenne. Beépített mosogatógép a gáztűzhelye, és végig szekrények. Van egy fordított ozmotikus víztisztító is közvetlenül a csap mellé berakva. A konyhának a mérete 2 m 60 x 2 m 60. Abszolút az optimális hely kihasználás érdekében. Kifejezetten ebbe a konyhába készült ez a konyhabútor.
sütő az előre programozható, magas hőmérsékleten saját magáról letisztítja a dolgokat. De a spotlámpák mellett itt is van egy konnektor. Van kaputelefon is, ez rendesen működik. A lakáshoz tartozik még egy 3,30 m x 3,30 m pince is, aminek a belmagassága körülbelül olyan 2,20 m körül van, tehát nem olyan túl magas.